The last 10 years, all I'd done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one, this one's for me. Fuck you. Fucking prick. Wow. Amúgy ilyen kocsink is csak nekünk van. Ez egy pozitív. Na hát... Polícia. Ők is megálltak. Azért megnézték a kocsit, hogy bát? Neked van egy jogsít? Van, igen. Ja, az jó. Na, hogy megállt a rendőr? Aha, ott fut egy hasonló ruhás. Mögöttünk, nem egy messzire. Hát ilyen nincs. Szerintem bemegy. Nyugodjál le, meg akarom nézni. Íh, egy víz. Kezeket föl. Íh. Szép jó napokat. Tisztelet. Tisztelet, tisztelet. Milyen szép járgány. Hát igen. Köszönjük. Íh. Na azért jó. Íh, vagányba. Jó lesz ez itt nekem. Azért óvatosan az előzésekkel, meg az oszlopokkal. Tudom, igen. Hát. Így gyorsan belekap egy másikba. Igen, igen. A rendőrrel is találkoztunk. Ja, nem is tudom, mivel volt az ilyen mercivel. De nagyon durván nézett. Milyen szép tanya van itt. Üdv itthon. Köszönjük. Mi is jöttünk. Az igen. Most bele tudok nyúlni a hűtőbe. Na, az a jó már. Elvég a raktárba is kell. Már haladás. Ki van itt bent? Jó napot, uram, mi áll szép jó napot. Itt a lakásom? Hát, apám küldött, ő is mindjárt megérkezik. Igen? Igen. Akkor megvárjuk, aztán beszélünk. Esetleg kavarok? Várj, beközbe vágtam. Nem. Rendben. Nyugodtan foglaljon helyet addig igazából. Hát az szóval, hogy begörcsültek a lábaim, de nagyon erősen rá gondolok, hogy most leüljek. Igen. Na. Hello. Közben találkoztam a boltban, Annával. Itt meg egy úr jött aztán. Azt mondja, hogy apja küldte. Tiszteletem. Ide tévedt. Szép napot. Hát nem, tudtam hova jönni, csak gondoltam nem a legelső ajtón jövök be, mert hát az nász, hogy néz ki, hogy találtam egy biztonsági résre kerítésen, amit orvosolni kéne, mert hogy nagyon könnyű módszerrel bejöttem. Köszönjük. Rendben van és... Majd később meg is mutatom, hogy hol van. Jó. És akkor mi járatban? Hát itt ez mondhatjuk, hogy ilyen családi dolog. Igen? Igen. Édesapám ismeri az ő apját. Ismerte, hogy javítsak rajta. Isten nyugodja.
Hát igen, sajnos az. Ő már elment. Nem tudom, hogy hol van. Már amúgy kicsit demenciás, szerintem. Nincs orvosilag megállapítva. És akkor így nem tudja néha, hogy mit csinál. Lehet, hogy kimászkál a járdán. Az édesapja? Igen. Hát akkor nem meg kéne keresni, mielőtt itt az öreg bármit... Hát én bízok benne, hogy ő be tud jönni. Még. Lehet, hogy mindjárt kimegyek megkeresni. Lehet jobban járunk. Inkább keresse meg, aztán akkor együtt itt megbeszéljük. Itt vannak mindannyian. Saluto, uraim, saluto! Jó napot! Falconék! Igen, igen. Akkor jó helyre sikerült betérjek. Marco fiamat már megismerhették. Igen, ő is ide téved, de... Nem mutatkoztam be, de jó. Marco fiamat körbe küldtem, hát ha talál valami biztonsági rést. Hát sikerült neki. És akkor mi járattal amit vannak ki is erre? Hát... nemrég hallottam, hogy édesapád meghalt. Hát igen, sajnos. Nem tudom, tudod-e, édesapádnak sok mindent köszönhetek én is, és a családom is. És tartozom neki egymással, úgyhogy rajtad fogom ezt, úgymond, véghez vinni. Gondolom megörökölted apád vagyonát, és minden egyes dolgát. Így van, igen. Hát akkor nem köntör fel azok, fiam, de mostantól életem végéig vigyázni fogok rád. Hűha. Ennek örülünk. Hát mi még jobb volna. Hogy ismeritek. Apádat? Igen. Honnan ismeritek amúgy? Hát apádat elég nehéz nem ismerni, de... kiskoromban ismertem meg. Nagyon jó ember volt, és mellette álltam. Én voltam a jobb keze. Aha, egyébként ér. Meg... Szicíliában találkoztunk. Értem, értem. Hát igen, nem, elég nem sok nem tudom, felé. Hogy csak az én szemem ilyen nagyon rossz, de maguk ilyen hologramos képűek. Halovány. De ezt én is látom, hogy halovány mindenképp. Igen. Szép, szépek. Ez ilyen média területen szokott lenni. Mert jó a fény. Értem. Jó van, elnézést, csak tudják, a szemem az nem fiatalodik. Jó, hát én azt javaslom, hogy térjünk a lényegre egyébként egyből. Fiam, beszélnék kicsit helyettem, nekem muszáj leülni. Jó, nem. Kicsit már öreg, aztán értsétek. Na, nyugodtan, csak nyugodtan. Na. Szóval, hogy ez ilyen családi örökség nálunk, az rám apámról, rám, mind a kettőnek a felelőssége, hogy életünk ellen is megvédjünk. Úgyhogy ennek most ellen is állhatsz, nem fogsz tudni. Ha jön az autó, eléd ugrom és arrébb löklek. Ha jön a golyó, eléd ugrom, arrébb löklek. Megölök mindenkit, és ugyan, ennyi a lényeg. Na, ennek örülünk, hogy így mellénk álltok. Hát nyilván. Ezért cserében nyilván a segítségeteket is kérjük, hiszen na persze, nem felkészülve jöttünk teljesen. Én is csak itt tudtam meg, mert Franciaországban voltam éppen egy kis üzletet intézni, aztán megcseréljük az öreg, hogy fogunk van. Persze, ez kölcsönös, úgyhogy. Na hát akkor a lényeg megvan. Nagyon nehéznek érzem itt a levegőt, mindenki olyan csúnyán néz, ez a baj. Arra ugyatok, sikerült bemutatkoznom. Egyébként kicsit memóriám az kiesett ebből a szempontból. Egyébként Giorno Colombo vagyok. Na, üdvözlet, én Carlo Falcon vagyok. Carlo, rendben. És Markot meg már ismerik. Itt pedig a testvéreim amúgy. Értem. Kivel kezdjem? Itt ez a hölgy. Szép jó napot, hölgyem. Giorno Colombo.
Fönn a fákon vagyok. Hogy szólíthatom kis kegyedet? Ő igazából Anna. Rendben van, Anna. Jó napot, uram. Szép jó napot. Giorno Colombo. Alex Falcon vagyok. Hát, Alex, ez így megfelel? Igen. Rendben van. És akkor ide jövök az utolsó úrhoz is. Ciao Bella! Giorno Colombo. Buongiorno. Buongiorno. Saviero Falcon. Aj, ez nagyon szép név, uram. Hát ezt adtam igen, volna Márkónak is, ha nem lenne Márkó. Úgy látszik, ezzel meglennénk. Nem tudom, hogy... Akkor igazából... kövessetek, és akkor elmondom a többit. Jó, jó, úgy legyen. Gyere, Pádre. Jövök, fiam. Először is akkor hagyta papírokat elintéznénk. Intézzük a papírokat, öreg apám. Intézzük. Nézzük. Öltözőcskénk. Nem értedek itt a családi ruhát fel tudjátok venni. Így van. Ó, de szoros ez a családi ruha. Hát ezt a tervezve. Még lesz egy kicsit alakítva, de most egyedülre ez... ez van. Nem rossz. Hát most na, nekem jól áll. Örülj neki, fiam, te meg fiatal vagy. Hát van, igen, ez egy lakat rajta. Igen, igen. De nem vagyok ilyen erős, fiam, hát ez szóval. Igen, az ugye azt mi kezeljük. De ugyanúgy tiétek is, ami bent van, csak majd mi vesszük ki. Jól van. Korrekt. Meg igazából, hogyha bármit el kell tárolni, ilyen fontosabb dolgot, akkor nyugodtan berak, vagy odaadhatjátok, és mi berakjuk egy ilyen külön polcra nektek. Így van. Rendben. Megmutatnánk akkor a garázst is. Pár autó maradt ránk, azt megmutatjuk. Megnézegettük őket. Amik kinn állnak azok ja, igen. Akkor igazából, ja. Itt vannak ez a három fajta. Azt mondom Pádra, hogy nézzük meg közelebbről. Na, nyugodtan be is nem tudom, hova tűnt a Pádra, mert... Ja, ott van, nem látt. A személyes kedvencem ez a régi csodajárgány, ez régről fönnmaradt. És ilyet akármikor tudunk importálni még. Nagyon jó. Egyenesen Olaszországból. Ja, így van. Egyéb német márka van esetleg. Azonnal itt egy BMW. Jó, hát és hogyha eltekintünk arra, van még egy Audink is. Igazából most így... Hát ezt örököltük, ezt az épületet. Autókat. Hát fiam, nem szar a Gurvitas, azt kell mondjam. Hát igen. És mi lenne az első és legfontosabb teendő? Hát a városban találhatóak helyek, ahol tudunk készíteni magunknak fegyvereket. És ezeket a helyeket kéne föltárni. Na most ilyen fegyverekkel kapcsolatban lehet, hogy nem vagy olvasni nem tudok, de itt mentem az utca és kiborult előttem egy kuka. És oda néztem, mert csak jöttem, mert na, a kicsit is kell becsülni, a csillogot volt a kukába. És hát nekem itt a szemleírásom azt mondja, hogy ezek ilyen, mindjárt mondom, hogy micsodák. Nem értek az ilyenhez. Com.b részlet, HRB részlet, meg MSMGD részlet, meg CRA részlet, meg csiszoló papíron van. Ezeket mire lehet használni? Nekem is van egy game. Gondolom a izéhez majd, hogy fegyvereket tudjunk készíteni, mind alapanyagok. Aha,
Nekem uraim van egy kis szemetem. Azt elvihetnénk leadni. Körnöz. Nyugodtan el lehet dobni, mert nem lehet sajnos valamit csinálni. Na, elmentem valami hulladék gyűjtő, az én is már. Megmondom őszintén, kukáztam, de... Akkor de a cuccokat azt át is adhatjátok, és akkor ezt berakjuk. És akkor berakjuk itthon. Is, mert később tudom. Én is raktam be olyanokat. Jó, rendben, akkor áthatom. Jó. Fiam, adjad.